Jó hír a kerékpárosoknak! Hamarosan egészen a Csónakázótó melletti látogatóközpontig lehet majd tekerni a Teleki úti kerékpárút folytatásán. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a beruházásra 83 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. A projekt a tervek szerint októbertől 2018 nyaráig tart. Ehhez a Magyar Államkincstárral az önkormányzatnak egy szerződést kell aláírni, amelyre most felhatalmazott a közgyűlés engem, valamint a Városfejlesztő Kft.-t bízzuk meg, hogy a koordinátori feladatokat, szerepet lássa el. Tulajdonképpen ez történt itt az előbbi percekben. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian pozitívan értékelték, hiszen 14 egyhangú igennel támogattuk ezt az előterjesztést, és hát hamarosan elkezdődik majd a tulajdonképpeni feladat, munka, az előkészítések már folyamatban vannak.